Független média felület Miskolcon. Sziasztok, ez itt a Filmmező, méghozzá különleges nyári kiadás, Kocsi Semesével. És Frey Gabival. Azért azt, hogy mondjam már el, hogy nagyon irritált Csepregi Éva hangja azért, hogy csápával meg kellett tölni. Így kezdődött a mai műsor. Tehát miről lesz szó? És nem véletlenül, mert szexi csajok cápák ellen téma lesz, de azért egy kis mondani valója is lesz a dolognak. Most, hogy egy kis vakációra indulunk, mert hát mi nagyon mélyek vagyunk, és nem szoktunk csak úgy. Most szó szerint kíván. Mélyen fogunk szántani. Igen. 47 méter mélyen is például. Hiszen ez a film is szóba kerül, ez lesz az egyik témánk. Egy 2017-es film, másik pedig a Zátony 2016-ból. És mind a kettőben cápák vannak, és mexikói nyaralás. Ez azért érdekes számomra, mert hanyas volt az ős film, az ős cápa. Ajaj, már most 70, rögtön vizsgáznom kell. 70 valahány, igen. Nem tudom, annyira nem érdekel bevallom. De hogy ahhoz képest, hogy nekem, tehát elriasztotta ettől az alműfajtól a kedvemet, az a film, amit a mai napig sokan istenítenek, ahhoz képest ezek az új cápa filmek tetszettek viszonylag, de ezt majd meg fogjuk beszélni. Jaj, Gabi már googlizza, hogy hanyos a cápa. Igen, szeretném. Most már kíváncsi vagyok. Szóval, igen, mert azt is össze lehet majd hasonlítani, hogy mennyire hittük el mi ezeket a cápákat, hogy mennyire voltak igaziak. Mert egyébként ebben már a régi film is egész jól teljesített, mert ahhoz képest, hogy ott még bábut használtak, vagy ilyen gumicápát, vagy nem tudom micsodát, amit úgy nyilván géppel mozgattak. Most már gondolom számítógéppel csinálták ezeket a cápákat az új filmekben. Természetesen. És az nagyon sokszor ilyen igen műhatást tud kelteni. Nem tudom, te hogy vagy vele, de sokkal jobbak voltak azok a régi filmek, amikben még valamilyen bábú volt, mert összehasonlítva az újakkal, ordít róla, hogy számítógép sokszor. Viszont ezeknél szerintem egész jók voltak a cápák. Valódinak tűntek. Hát már elért odáig a technika, hogy valóban nem is tudod megállapítani. Én konkrétan így vissza is tekertem bizonyos jelenetekre, hogy ez most igazi volt, ez a cápa, mert teljesen úgy tűnt, és hogy alaposabban megnéztem, akkor is úgy tűnt, mintha igazi lenne. Bár nem tudom, mert a technikai hátterének nem annyira néztem utána, hogy esetleg vágtak-e be rendes cápákról is felvétel, nem, hanem nem, teljes mértékben. Igen. Minden CGI cápa igen, volt. Igen. Hát akkor viszont gratulálok a készítőknek, mert meg tudtak győzni. Te melyik filmet ajánlanád jobban, az Zátonyt, vagy a 47 méter mélyent? Nálam eléggé egy szinten van ez a két film. Tehát az Zátonyt azt inkább azoknak, akik jobban szeretik a kicsit... Heroikus. Kicsit felemelőbb, igen, tehát ez a pozitívabb, kisugárzású, küzdelemről szóló filmeket. Mondjuk, mint például a Gravitáció, hát ezt majd fogjuk emlegetni, hogy mindkét filmmel párhuzamba lehet hozni, de... Abban nincsenek cápák. Az valóban. Az űrben, ugye? Igen, de minden esetre a túlélésért való küzdelem, meg az életkedv visszanyerése, vagy az életösztön,
tekintetében mindenképpen párhuzamba hozható. Mondjuk nekem nem jött vissza az életkedvem egyik filmtől se. Tehát talán a gravitáció, ott talán elgondolkoztam az élet nagy dolgaim, meg hogy milyen porszamek vagyunk, de a cápás filmektől nem lett ilyen érzésem továbbra sem. Viszont akkor menjünk már bele a párhuzamokba egy kicsit, hogy nekem azért tetszett jobban a 47 méter mélyen című film. Ezt megbeszéltük, hogy szerinted is egy ilyen pszichohorrornak villő, hát nem thriller, inkább horror, mert ez is elég nyomasztó. Tehát amikor bizonytalanságban vagy, akár az élet bármely területén, tehát nem kell víz alatt lenni hozzá, viszont itt annyira érzékletesen elkészítették a filmnek azokat a jeleneteit, ami a kétségbeesés és a semmi közepén levés érzését szerette volna kelteni, akkor tehát alig bírtam végignézni. Tehát bevallom őszintén, hogy amikor meg kétszer is megnéztem a filmet, akkor, mert először tekertem. Tehát nem bírtam végignézni azokat a részeket, amikor már így ökölbe, vagy így bele nyomod a körmedet a kezedbe, rám nagyon nagy hatással volt ez a film, bár a netes oldalakon ugye így fikázták viszonylag, hát jobban, mint talán az Átonyt. Uh-huh. Igen, én is néztem, hogy egy-két vélemény az pont olyan volt, hogy hát az Átony jobb volt, vagy hogy ez is majdnem olyan jó, de azért kapott ez is dicséreteket. Amit mondtál, hogy ez a nagyon nyomasztó hangulat, ez nálam is működik, főleg az, hogy ahol ilyen oxigénhiányos állapotokról van szó. Ezek ilyen visszatérő álmok is egyébként. Nekem, hál' Istennek, már régen volt, de álmodtam többször ilyet, hogy víz alatt, amikor nem tudsz följönni, és azért ébredsz föl, mert már most levegőt kell venni. Uh-huh. Tehát, hogy mindjárt meghalsz, mert megfulladnál. Igen, és ez borzasztó abba belegondolni, hogy én mindig ilyenkor arra gondolok, hogy én nagyon rövid ideig bírnám ki levegő nélkül, mert a filmekben persze sokszor van az, hogy úszkálnak a víz alatt intok sokáig, és még mindig nem fogyott el a levegőjük, de hát a valóságban ez nyilván másképp van, meg főleg nálam, és én mindig elképzelem, és ettől még nyomasztóbb lesz az egész, hogy mi lenne, ha én lennék ott lent, mert ugye itt ugyebár búvár ruhában nyilván merülnek le egy ketrecben a cápákhoz két lány, ez ugye a 47 méter mélyen, és ugye hát ott bonyodalmak lesznek, mert leszakad a csörlő, meg lezuhannak mélyre, de az a lényeg, hogy persze ott van oxigén még az elején, de hogy rohamosan fogy, hiszen nyilván nem végtelen a kapacitása ezeknek az oxigénpalackoknak, úgyhogy ebből vannak mindenféle plusz bonyodalmak még a cápák mellett. És fordulatok, tehát ezt valahogy meg kell oldani, hogy ne legyen vége a filmnek 10 perc után, ugye? Hát igen. Igen, és hát ebben is nyilván egyértelmű a gravitációval a párhuzam, hiszen ott meg az űrben van, és éppen azért kell limitált oxigénnel kibírnia, tehát igazából ebből a szempontból mindegy is, hogy az űrben vagy a víz alatt, mert mindenképpen rá vagy szorulva arra a kis oxigénre, ami ott neked az űrruhádból, vagy búvár felszerelésedből szivárog, és hát az nem tart örökké. De az oxigén hiány mellett én még azért felhoznám a semmi érzetet. Igen. Ugye, ami a sötétséggel is egybe fonódik, tehát az, hogy nem látsz semmit. Tehát nincs inger, ilyen inger megvonás is van benne. Tehát ettől is nyomasztó. Igen. Természetesen akkor felszeretném hozni a harmadik filmet, ami csak persze említés szinten a nyílt tengeren, ami szintén vannak benne cápák, de nem az a lényeg. De szerintem a 47 méter mélyen című filmben sem az a lényeg, mint az Átonyban ott a központi figura, ugye a cápától való megmenekülés, mert igen, mintha üldözné a főszereplőt, vagy utazna rá, de a 47 méter mélyen ott így végül is, hogyha úgy veszik, akkor alig van benne cápa, tehát nem az a lényeg. Igen. Igen, és ez az üldözni a cápa kérdés, ez vicces tényleg, mert hogy ott meg eszünkbe juthat az Átonyban, hogy ott elfogyaszt három szemét is a cápa, és még mindig nem áll le, tehát hogy most akkor ez a cápa mikor fog jól lakni, vagy sose lesz tele a pocia, mert hogy egyébként már hát nem lehet, csak a csaj van ott. Lehet, hogy nem ette meg őket. Csak megkóstolta. Ja, igen, és a csajnak sokkal jobb íze van, azt gondolta, és azokat kiköpte, csak így megölte őket, és a
mindenáron a szép szőkenőt akarta a végén megenni, mert azt gondolta, hogy az lesz ottán, a habatortán. Tehát mindenféleképpen én az Átony című filmet elég nagy butaságnak gondolom, de abban is vannak igazságok, amiről azt hiszük, hogy hihetetlen, hogy ez biztos nem igaz, de csinálnak ilyet a cápák. Utána néztem. Csak a műsor miatt, mert nem akartam elhinni. Ugye, amikor annak idején az Ős cápa filmet bemutatták, akkor szerintem valamelyik másik filmezőben már ezt emlegettem is, hogy Japánban, amikor bemutatták, akkor felnevettek, hogy kiment a fürdőzők közé a partra a cápa, és akkor ott a fürdőzőket negyedelte, vagy hogy mondják ezt. És akkor most utána olvastam, hogy de nagyon szépen kimennek a partra a cápák, akár úgy, hogy megfeneklik, tehát, hogy akár el is akad. Igen, valóban van. De egyébként azóta már nagyon sokat fejlődött az ilyen tudomány, akik a cápákat kutatják, vagy próbálják megismerni. Sőt, a mai napi kérdések vannak, hogy most akkor tél éjszaka támad-e, vagy nappal is táplálkozik-e. Az viszont azért butaság, hogy több embert megevett esetleg, mert egy fókával beéri két napig, tehát ott elvileg, hogyha megevett egy embert, akkor nem, de embert amúgy se esznek meg, maximum megharapják. Hát jó, de ez most valamiért elhetetlen volt az Átonyban, hogy legyen film, mert különben vége lett volna, amikor az első ilyen szörföst megette, akkor... Hogyha valaki azt mondja, hogy látta az Átonyt, vagy meg szeretné nézni, akkor én azt elmondanám, hogy nekem az nem tetszett a vége, tehát az utolsó néhány jelenetről nekem például a Titánok harca című remake jutott eszembe. Tehát, hogy amikor már ilyen nagyon szép számítógépes grafikával megoldva a lehetetlent, a tenger istenével hadakozva az egyik titán esetleg ott küzd, tehát konkrétan ilyen görög mitológiai elemek jutottak eszembe, tehát teljesen hiteltelen volt az egész film. Lehet, hogy szépen meg volt csinálva, de így majd, hogy nem nevettem, hogy na, akkor most ennek mi lesz a vége. Tehát így szinte lehetett tudni, hogy majd biztos megmenekül az utolsó pillanatban. Volt, aki azt írta, hogy én nem értettem ezt a tüzet. Tehát, hogy azt nem tudom, emlékszel erre. Igen. Nekem még mindig a 47 méter mélyen az komolyabb film volt. De azt meséljük már el, hogy persze. Van egy ilyen szokás, egy ilyen búvár turizmus, a világ összes ilyen partvidékén, ahol vannak cápák. Igaz, hogy mind a két film Mexikóban játszódik. A igen, ez a miért ne menjünk Mexikóba című robotunk is lehetne. Amikor Mexikóban mutatták be ezt a filmet, letagadták és úgy fordították, hogy Kaliforniában játszódik. Már így is annyi bajuk van, nem kell még egy rossz hír nekik, vagy róluk. Szóval az a lényeg, hogy van ez a kosárban leengedés a búvároknak, tehát amikor nézik a cápákat a kosárban a hajó mellett. Tehát ez a 47 méter mélyenben ez van. Úgyhogy hát ilyen ketrec tulajdonképpen. Hát egy igen, ilyen ketrec merülés, vagy nem is tudom, hogy hívják. De amúgy az a vicces, hogy nekem még mindig kedvem lenne ezt kipróbálni ezek után. Hogy valahogy... Jó, mondjuk szerintem szépek a cápák, meg azért nyilván ez egy film volt, és nagyon rosszul kell kijönnie a dolgoknak, hogy ez megtörténjen az emberrel. Viszont, amit ez megtaníthat nekünk, ugye, hogy ha már Mexikó, akkor ugye ez az ilyen feketén, meg mit tudom én, így hivatalos utat megkerülve olcsóbban való lemerülés. Rozsdás hajúra ne szálljatok. Tehát erről azért taníthat nekünk valamit ez a film, hogy nyilván vannak ilyen hivatalos túrák is, biztos akkor tényleg azok sokkal drágábbak, de inkább válasszuk a biztonságot, mert hogyha az ember csak így elmegy néhány ilyen ismerek valakit, aki ismer valakit, aki szervez ilyen merüléseket szinten, akkor lehet, hogy nem annyira jó minőségű lesz a szolgáltatás, és ez nem csak a pénztárcánk fogja bánni. Hát gondolom, akkor az nem mexikói partokhoz fog menni, hanem a Bahamákra. Ott valószínűleg nem rozsdás ketrecben fogják lengedni. Hát de Mexikóban is nyilván, oda, mivel járnak oda gazdag turisták, tehát biztos, hogy vannak hivatalos merülések is, tehát nem, majdnem azt mondtam, két barátnő, de két testvér. De két fiú. Szóval, hogy ők, de hát ugye a lányok nyaralnak együtt, és úgy ismerkednek meg. Erős volt meg. Az ivaros hatás, tudod, hogy... Na, ez meg a másik, hogy egy csomó filmben van így, hogy megismerkednek valami férfiakkal a lányok, idegenekkel. És akkor igen, és azok
mondják, hogy jaj, van egy jó ötletem, menjünk ide meg oda, és ebből lesz a baj. És hát itt is erről van szó, hogy néhány tekila után ugye a lányokat meggyőzik, hogy milyen izgalmas lesz, látjátok közelről a cápákat, és akkor persze az egyik lány vonakodik, mert ő a félénkebbik nővér, a másik meg a vagányabb, és hát aztán csak mindenki rábeszél mindenkit a dologra, úgyhogy elmennek egy ilyen fekete merülésre, és ugye nem annyira jó minőségű a csörlő, nem annyira jó minőségű a ketrec, meg a hajó, sajnos bár, probléma bár lesz. Bár megláttam egy A kategóriából, zsí kategóriába süllyedt színész, ugye a hajó kapitány. Matthew Modinra gondolsz? Igen, nekem ő is, ugye ő a 80-as években. Gyanús volt, tehát már az gyanús volt, hogy ő volt a kalóz kapitány idézőjelben. Hát ugye ő menő volt a 80-as, meg a 90-es években, ja, is madárka. Még az elején. Igen, igen. Ő egy tényleg egy ilyen valóban A kategóriából jutott el oda, hogy már alig lehet őt látni. Egyébként sokan jártak így azok közül, akik a 80-as évek vége, 90-es évek eleje. De ha utána nézel az életrajzának, akkor biztos, hogy volt valami törés. Hát lehet, lehet. Minden esetre el volt tűnve, és akkor az már gyanús, ha egy cápás filmben látjuk felbukkanni, de ez most pont egy jó... Jó cápás film volt, mert erre is kitérhetünk egy kicsit, hogy imádja a Z kategória a cápákat, és a mindenféle óriás cápákat, óriás polipok ellen, repülő cápákat, meg mindenféle hülyeségeket. Úgyhogy iszonyatosan termékeny a Z kategóriában. És hogy valahogy így 2016-17 körül megint elkezdtek sokkal jobb minőségű, már inkább A kategóriás filmeket csinálni ebben a témában. Rájöttem, én ezt nem tudtam, hogy az emberek rá vannak kattanva, tehát az emberek többsége a cápa témára. Nem tudom, hogy miért, megmagyarázhatatlan. Valamiféle izgalmat jelent az embereknek, félelmet. Tudod, ez azért, amiért a horrorfilmeket is szeretik az emberek szerintem. Tehát szeretik ezt a borzongást. Én szeretem a horrorfilmeket, de a cápás filmeket nem. De mert azok rosszak általában, ugye azért is. Tehát nagyon kevés jó cápás film van. Viszont ami jó, azt te is szeretted. Lám. Hát most azért bevallom, hogy azért néztem meg ezt a 47 méter mélyent, mert amikor a legutóbb moziba voltam, akkor láttam az előzetesét, és nagyon tetszett. Igen. Tehát így kéretlenül az arcomba tolták, hogy na, lesz egy ilyen film, és pont ez a ketreces merülés volt benne, és az a pár pillanat is már felkeltette az érdeklődésemet, hogy ez egy, nem egy szokványos cápás film lesz. Ezzel én is így voltam, én is moziban láttam a trélerét még annak idején, és akkor elraktároztam, hogy ez érdekelni fog engem. De bocs, még akartál arról valamit, hogy az emberek szeretik a cápás témát? Jó, igen, hogy megnéztem pár valódi ismeretterjesztő filmet is a cápákról, hogy azért összehasonlítsam a filmekkel. És ahogy keresgéltem YouTube-on, volt egy olyan, hogy cápa horgászokról sorozat. Valami ilyen Ausztráliában, azt hiszem. És volt, vagy nem tudom, hogy hány hete volt felrakva az a rész. Nem tudom, hány millióan már megnézték. Uh-huh. Tehát akkor jöttem rá, hogy az, hogy ott bohóckodik öt csávó a tengerparton, és 50 centis cápákat fognak ki horgászbotta, azt a millióan megnézték. Érted? Tehát akkor jöttem rá, hogy a cápa az egy ilyen kultszó, egy ilyen... De az 50 centis az kicsike, nem? Hát 50 centis, hát szegényke. Maximum egy méteresek voltak, maximum, tényleg, de azok már nagyok voltak. Tehát akkor jöttem rá, hogy ez egy ilyen, nem tudom milyen őrület. Nem tudok vele azonosulni, bevallom. Szóval erről a cápa őrületről még annyit, hogy van egy ilyen akváriumépítős műsor, és abban is volt, hogy valamilyen híres kőgazdag rapper az mindenáron azt akarta, hogy neki olyan akváriumot építsenek, amiben ugye cápák is úszkálnak, de persze azok is ilyen kicsi cápák voltak, amiket még így be lehet tenni ilyen otthoni akváriumba, de persze ilyen gigantikus volt, nem olyan, mint amilyet az ember. Erre mondják, átlag hogy Mühlmeier. Igen, igen, és mert hogy neki cápa, és ez tényleg annyira tipikus, ez ilyen, ugye nyilván olyan, mint a vastag aranylánc és társai, tehát mondja, hogy nekem cápám van. Ja. De tényleg azok is ilyen aranyos kis cápák voltak. Meg van valami hal is, azt hiszem, valami olyan hal, ami úgy hasonlít a cápára. De kecsegére gondolsz? Hát nem tudom a nevét, Magyarországon sajnos. Magyarországon kecsege, annak van itt olyan szája, mint a cápának. Nem, inkább ilyen akváriumi halra gondolok, hogy amit árulnak cápás. Lehet, hogy van. Szerintem szépek, csak... Azért nem árt, hogyha tudjuk, a táplálékláncban hozzánk képestől helyezkednek el. Bár hogyha cápauszonylevest teszel, akkor éppenséggel fordítva van a dolog. Na ez a másik, hogy attól függetlenül, hogy mennyire védett állat, vagy védik, mert hogy a cápauszonyleves miatt ugye elkezdtek, tehát így nagyon csökkent a populáció. Szépen fogalmazva. Azért még én mindig azt mondom, hogy rendkívül gonosz,
gonosz és szívtelen lények. Mm, ő is csak élni akar. Élni akar, de sokkal durvábban, mert a mókus is élni akar, de nem csinálni ilyet. Tehát a, mit tudom én, ahogy utána olvastam, hogy azt tudtad, hogy kannibálok a cápa bébik? Hát ez sok állatnál így van, mert a hüllőknél is ez a kannibalizmus jelenti. De jelent, ő méhben. Ja, hogy belülről eszi, vagy hogy... Tehát, hogy a cápáknak két méhük van, azért, hogy legalább két utódot egyszerre meg tudjanak szülni. Ugye ez ilyen álleleben ja. szülő, tehát, hogy aha. kifejlett állapotban, és utána ráadásul magára is hagyják a kis cápákat, tehát maguknak kell ja, persze, mondjuk kikoparnia. Vannak eleven szülők alak, amúgy is, igen. Tehát már a méhben megeszik a testvéreiket, mert nem egyszerre fejlődnek. Nagyon durva, ilyen konkrétan ilyen kamerás felvételt láttam ismeretterjesztő filmben, hogy ott tették a kis tojásokat, vagy petéket, tehát ilyen nagy peték vannak, mint egy tojás, és mondjuk a kis alig kifejlődött társaikat is, vagy testvéreiket is megeszik. Tehát, hogy már ragadozók lesznek a méhben is. Én is olvasgattam ugye utána a neten, hogy miket tudunk a cápákról, meg hogy milyen tévhitek vannak, és hogy az is egy tévhit, hogy minden cápa nagyon buta, és csak megy és eszik, és más nem is tud. És erről ennek kapcsán kérdezném meg, hogy mire gondoltál akkor az Átonyban, hogy mi az, amit úgy gondoltál, hogy nem csinál a cápa, és csinál, hogy melyik mozzanata volt ez a filmnek. Hát, hogy akkor kimondottan valami... egy csajt akarta. Ja, hogy van ilyen, hogy tényleg, hogy egy valaki. Szerintem az nem, az pont nem reális. Csak mondtad, hogy valaminek utána néztél, hogy... Például az, hogy ott harapta a rozsdás vasat, szétharap, azt meg tudja. Tehát láttam olyan felvételt, hogy tehát nem filmbeli, hanem... Hát vas hiánya van, nem? Ismeretterjesztő. És azért így rápanyarodott. Tehát képes. Aha. Hát igen, konkrétan. Nagyon agresszív. De embert elvileg szándékosan, tudatosan nem támadnak meg, nem szeretik az ember húst. Állítólag. Csak úgy jobb híján. Meg zavarja őket inkább az. Meg hogy megkóstolják. Azért van sok túlélt cápa támadás, mert csak megharapják. És hogyha meghal az illető, akkor azért, mert elvérzik. Hát igen. De nem fogja megenni. Tehát embert nem találnak cápában. Tehát táplálkozás miatt nem eszik embert. Meg például ilyeneket olvastam, hogy az is butaság, hogy ha nem mozgatod a lábad, akkor nem fog megtámadni, mert hogy ugye még az első ős cápa filmben az volt, hogy nem szabad mozogni, mert hogyha kapálózol, akkor fog megtámadni, és ez nem igaz. Épp az, hogy a mozdulatlan, tehát csináltak ilyen kísérletet, hogy a mozdulatlan lábakra, ilyen bábút raktak ki, sokkal jobban rátámadt, mint a mozgó alakra. Mivel, hogy ő is úgy gondolkozik, mint bárki, hogy ami nem árthat neki, arra támad. És mi a helyzet az orra koppintással? Mert tudom, hogy régen arról is szó volt, vagy ezt nem hallottad? Nem. Hogyha az orrára ráütsz, akkor elmenekül, vagy valami hasonló, hogyha... Nem, így... ez nem igaz. Ott egy kézzel kevesebb lesz szerintem. Hát igen, ha így gyorsan, ügyesen, hogy nem a szájába nyúlsz bele, de gondolom egyébként, hogy ez hülyeség, csak tudom, hogy ezt is hallottam évekkel ezelőtt, hogy úgy kell, hogyha jön a cápa, akkor így rá kell koppintani az orrára, és akkor elszalad, vagy elszalad, elúszik. Akár. Szóval az a lényeg, hogy a 47 méter mélyen című filmben konkrétan szerintem a forgatókönyvíró nagyon beleásta magát a cápás tévhitekbe, és mindent végigvett. Tehát onnantól kezdve, hogy ezzel ijeszgetik az éppen lemerülő lányokat, hogy másfél kilométerről is fogja hallani a szívdobogásodat. Tehát ez, hogy ugye a vízben ő az úr, ott jobban hall, nagyon jól lát. És ez is igaz, hogy hallja? Igen. A mozgást azt nagyon messziről érzékeli. Ugye vannak, mint a halaknak a testén, nem tudom, hogy hívják azt pontosan, ez a vonal, tudod, amivel a víz mozgását érzékeli, mint a legkisebb hal is. De neki meg van egy még kifinomultabb ilyen érzékszerve. De az a lényeg, hogy a hír igaz. Tehát minden igaz a cápáról, amit eddig úgy gondoltunk, hogy nem. Az intelligenciáját azt nem tudom pontosan, hogy ez mennyire. Hát valamennyi van neki, tehát nem annyira buta, hogy csak az úszás meg az evés, amit tud, hanem azért már vannak ilyen kisebb probléma megoldó képességei neki is. Tehát én valami olyat olvastam, hogy együttműködésre is képesek voltak, mert azt is megfigyelték, hogy több cápa együtt valamilyen zsákmányt együtt bevittek a mélyebb vízbe, mert hogy ott tudták jobban megenni. Tehát az a lényeg, hogy együttműködtek, és együtt vitték be a kaját. Tehát, hogy vannak azért a citromcápák valamennyi... vannak, akik csoportban járnak. Egyébként ilyen egyesével szoktak egy-kettő cápa kering
ilyen magányosok. Ugye, mert most ugye a filmekben, a cápás filmekben azért mondjuk el, hogy a fehér cápa mindig a fajta. Igen, a nagy fehér. A fajta. És hát jó félelmetesen. De még egyet mondok, amit évhit, hogy próbálták még az 1800-as évek végén is azt a ilyen legendát elterjeszteni, hogy akár 9 méteres fehér cápák is vannak. Ez nem igaz, de már azóta bebizonyították, és ebben a filmben is olyan szépen kikarikírozzák ezt a dolgot, hogy azt mondták a srácok a csajoknak, hogy 5-8 méteres cápák fognak keringni a ketrec mellett, és közben meg le van szépen írva, hogy jó esetben 6 méteresre nő a nőstény, ugye az a nagyobb. Meg a hajós kapitány is mondta, hogy ő is látott 9 méteres. Tehát, hogy ez, hogyha valaki utána olvas, akkor végig viszi a forgatókönyvíró ezeket a hülyeségeket, hogy mit szoktak hadoválni, meg hogy mit lehet, meg mit nem. Viszont győzzél már meg, hogy miért volt jó film az Zátony. Igen, ez nyilván az ember saját lelki alkatától is függ, hogy ezt jónak találja-e. Tehát én néha szeretem az ilyeneket, hogy mint mondtam, hogy a gravitáció is ilyen volt, hogy felemelő, és hogy hősiesen de nekem az az elemekkel. Nem hasonlít. De, nagyon is hasonlít, mert hogyha egy mert kicsit a... Mert ez kint van a felszínen. Igen, de tehát persze azt elmondtuk, hogy a 47 méter mélyen az miért hasonlít a gravitációra, viszont a Zátony az pedig más szempontból hasonlít. Tehát egyrészt az, hogy egyedül van a csaj, ugye a másikban ott sokáig még azért ketten vannak, ugye mikor kettő csaj teresztenek le a 47 méter mélyenben, és ugye még egy darabig beszélgetnek is odalent, meg még van emberi kommunikáció, viszont az Zátonyban, ott ugye jó, persze van ilyen, hogy próbál kikiabálni a partra a lány, meg odaszólni a többi szörfösnek, de hogy valójában ugye tök egyedül van egyrészt, ott a Sirállyal, a Sirályról még szeretnék egy kicsit beszélni, várjál. Én is. És egyrészt az egyedüllét, meg a magány kérdésében, másrészt pedig ugye a bizonyos fajta lelki folyamatokban és a gyászfeldolgozásban, ugye a gravitációban arról volt szó, hogy a főszereplőnőnek, akit Sandra Bullock alakított, a lánya meghalt, vagy lehet, hogy nem lánya, gyereke, és ugye ő azért tulajdonképpen elmenekült az űrbe, vagy nem akart. A földről, elhagyta. A földtől, igen. És ebben a másik esetben, az Zátonyban, ugye a Blake Lively által alakított főszereplő csajnak az anyja halt meg nemrég, és ő pedig ezért tulajdonképpen ő is elmenekül valamennyire, mert egyrészt ott hagyta az orvosi egyetemet, meg a régi életét, és meg akarta keresni azt a helyet, ahol az anyja nyaralt egyszer, amikor ő vele kiderült, hogy teherbe esett. Csak egy mondat. Mondjad, persze. Ennek tudtam már az elején, hogy biztos, hogy lesz valami következménye, hogy orvostan hallgató. Tehát ja, ezt igen, tudtam, ennek van biztos, szerepe a filmben. Igen. Hát ugye mert ha nem lett volna az, akkor lehet, hogy nem élte volna túl. Igen. De. Nyilván egyrészt a tudnivalók, meg az elsősegélyről való információk, másrészt hát meg a lélek jelenlét. Hát ott azért több volt, mint elsősegély, amit csinált magán. Igen. Na igen, és a Sirály, akkor a Sirály téma, hogy az Zátonyban ugye nem teljesen egyedül van a lány, hanem ott van mellette egy Sirály, aki szintén sérült. Igen, tehát ráadásul a szárnya sérült, ugye ezt nyilván már ebből rengeteg minden eszünkbe juthat. Én csak annyit szerettem volna, hogy a Sirály elvitte a filmet. Tehát, hogy nekem ő annyira fontos volt. Igen, hát ez persze. Tehát, hogy fontosabb volt, mint a csaj. Tehát a Lesz ez még így se? Című film megvan? Uh-huh. Persze, hogy ott meg imádom. A kutya vitte el a filmet. Tehát az jutott eszembe az a film, hogy a kutya, ez most a Sirály ebben a filmben. Múlt héten olyan filmekről beszéltünk, amik szinte minden másodpercben egy szimbólum volt bennük, viszont ebben is van egy szimbólum, hiszen az, hogy sérült a madár szárnya, arról nyilvánvalóan eszünkbe jut a lélek. A csajnak a lelke sérült, és a... Én azt mondom, ez hogy nagyon... legyen, tehát gondoljuk azt, hogy ez eszébe jutott a hát szerintem eszébe jutott, mert ráadásul szerintem meg is hallgatjuk azt a számot, ami Sia Bird Set Free, ugye ez a szabadon engedett, vagy szabadon szárnyaló madár, tehát ez se tűnik véletlennek, hogy pont ez a dal, hogy felszabadult valamilyen súly alól, ahogyan a főszereplő is ugye, feldolgozta magában az édesanyja halálát, meg azt, hogy nem lehet
lehetett megmenteni, mert ugye az orvostan hallgatói státusza azért is fontos, mert hogy ő azért is hagyta ott az egyetemet, mert hogy azt gondolta, hogy nincs értelme az egésznek. Valamilyen rákban szenvedett az édesanyja valószínűleg, ugye ezt csak onnan tudjuk, hogy nézegetett róla fotókat a lány. Kicsit ebben is elvesztette a hitét, hogy mi értelme van orvosnak tanulni, ugye így leegyszerűsítve, hogyha valakit úgy sem lehet megmenteni, meg valaki úgy is hiába küzd. És akkor ezekkel a dolgokkal kellett ott szembesülnie, úgyhogy azért a sirályon is, a sirályt is első segélyben részesítette. Olyan szépen tudsz te is beszélni az akciófilmekről, mint amikor Sylvester Stallone nyilatkozik egy a Rockyt már régen ilyen múltba tolt filmek után azt mondja, hogy hát ez milyen nehéz volt eljátszani, meg mit tudom, hogy próbálnak ilyen lelki hátteret adni. Legyen úgy, én örülök neki, hogyha valaki lát benne. Hát szerintem ez elég. Nekem ez egy tipikus akciófilm volt, az Átony. Nekem, tehát az, hogy így próbáltak mögé tenni, hogy mindenkinek kedves legyen a film, próbáltak ilyen értelmet adni annak, hogy jaj, most ő miért ment ilyen helyzetbe? Miért kerül egy ember ilyen helyzetbe? Tehát ez rendes volt tőlük, hogy próbáltak értelmes magyarázatot adni, de nem ez volt a cél, hanem az volt a cél, hogy folyjon a vér, legyen kettészakadt ember, legyen halál, legyen cápa, meg harapás, meg szerintem ez volt a lényeg. A látvány. Igen, de azért ezt az is izgalom. Szépen beleszőtték, szerintem. De akkor ennyire, mert tényleg a gravitációról is mondhatod, hogy annak már csak az volt a lényege, hogy gyönyörű szépek legyenek az űrben azok a felvételek, mert az tényleg lélegzetelállító abban a filmben a látvány. De hogyha belegondolsz, akkor a történet az tök soványka, tehát annyi, hogy kint van az űrben, és elgondolkodik az életén, és akkor rájön, hogy mégiscsak vissza akar térni a földre, és akkor hatalmas küzdelmek árán visszatér. De ahogy mondott, tehát, hogy aki akcióra vágyik, meg cápára, akkor az is megkapta, amit szeretett volna. Aki meg valamilyen lelki tartalmat, meg pszichológiát akart belelátni, az is megkapta. Ezt akartam mondani, igen. Meg hát, hogyha az ember olyan hangulatban van, hogy éppen, mit tudom én, érzelmesebb, akkor így meg is hatódhat rajta, hogy lám, legalábbis én a gravitáción is meghatódtam egy kicsit, meg az Átonyon is. De valóban ehhez kell a hozzáállás. Mert mondhatod azt is, hogy ja, de hülyeség, és akkor még oda rakták azt a sirályt is, hogy még a szádba rágják, hogy ugye sérült madár, és akkor utána meg elrepül, és meggyógyul, és akkor a csaj lelke is meggyógyul, feldolgozza a gyászt, és jaj, de gadja, hogy mennyire direkt. Nem feltétlenül fontos ilyen szigorúnak lenni. Nekem a sirály oldott egy kicsit a feszültséget, tehát hogy ilyen, nem feszültséget, bocsánat, mert az nem jó, hogyha oldják, mert egy ilyen filmben, hanem olyan kicsit életszerűbb lett, hogy egy állattal meg még gyakrabban megtörténik ilyesmi. Már hogyha egy fóka lett volna, akkor beszartam volna, tehát hogyha ott fetreng egy véres fóka, az már nagyon, tehát akkor biztos, hogy sírtam volna. De ugye egy halott bálna, az volt benne. Jaj, az is nagyon rossz volt, és nem halt meg még. Ja, igen, még mert még mozgott, és ki volt harapva. A szeme. Igen, szóval, mert ugye de eleve az volt a baj, hogy a csaj odaúszott a bálnához, ja, igen, és hogy az egész az volt a zsákmánya a cápának. És ez is igaz volt. Tehát, hogy van ilyen. Ezek a bálnák, ezek a nagy cetek, ezek úgy szoktak elpusztulni, hogy hát így a tengeren meghal szegény. Tehát végelgyengülésben valami baja van. És akkor azok el szoktak tűnni. Hát hogy nem azért, mert a cápák szépen elfogyasztják. És úgy adta elő a film, hogy az az övé, hogy megtalálta, és akkor de nem mehet senki, és ellenségnek tekintette a csajt, mert ugye igen. Oda mászott föl szegény bálnára, mondjuk az nagyon durva volt, amikor belekapaszkodott, és már így oszlott a szegénynek a bőre, és majdnem kiszakadt. Viszont az meg butaság volt, mert hogyha több cápa oda kerül, sőt, az biztos, hogy nem egy cápa fog enni egy ilyen hatalmas nagy bálnát, az ilyen 30 méteres, vagy nem is tudom, ilyen nagyon nagy bálnák ezek, akkor több cápa oda kerül, ugye, és nagyon nagy békességben együtt el szokták fogyasztani. Ó, mert mint egy családi vacsora. Igen, és hogy, mert hogy tudják, hogy bőven van, és nagyon jól együtt tudnak falatozni, tehát ez butaság biztos volt a filmben. Biztos imádkoznak is előtte.
hogy a csajtól féltette az ő zsákmányát. Hát persze, valamit itt is ki kellett találni. De ez tök jó volt, hogy ezt felhozták, hogy igen, ez létezik, hogy a bálnák azok hogy posztulnak el, vagy hova lesznek. Ez olyan, mint hogy a galambok hova lesznek télen. Uh-huh. Igen, mert akkor a cápáknak ilyen dögeltakarító, vagy ilyen igen, dögevő funkciója pontosan, is van. Pontosan, pontosan. És még mielőtt meghallgatnánk azt a dalt, a Bird Set Free-t, azelőtt még egyet a madárról, hogy azért ez talán abban is, az is benne van, még ha nem is gondolta bele a rendező, hogy kicsit az állati ösztönök, meg a túlélési ösztönök, hogy ugye a lányban is feltámadt az, hogy igenis ő élni akar, és küzdeni fog, és az utolsó pillanatig kitart, és hát nyilván ez egy olyan belülről jövő ösztön, ami mindenkiben megvan, a sirályban is, és a jó csajban is. Uh-huh, uh-huh. Közösen szenvedtek. Mert hogy ott a sziklán el voltak ketten, az nagyon, nagyon kedves jelenet volt. Igen. Egy jelenetek. Helyes kis madár volt. Csak a vége, azzal és nem a madár, vagyok kibékül. Ugye ő igazi volt, mert ki is volt írva, hogy a sirályt egy sirály játszott. Ezt nem figyeltem. Tényleg. Tényleg? Igen, még volt neve is talán. Idomított volt, hogy nehogy elrepüljön, mert nem volt sérült valójában. Szálljon el a kis madár. Clipped wings, I was a broken thing. Had a voice, but I could not sing. You'd want me down. I struggled on the ground. Oh, so lost a line, have been crossed. Had a voice, but I could not talk. You held me down. I struggled to fly now. Oh, but there's a swim inside. We are trying. Tehát ez volt Sziától a Bird Set Free, ami a Zátony című film végén hangzik el, és most, hogy felemelődtünk, süllyedjünk vissza egy kicsit még 47 méter mélyre, mert végül egy kicsit kevesebbet beszéltünk erről a filmről, és szerintem ennek a lelki vonatkozásairól is ejthetnénk pár szót, hogy itt végül is mi motiválja arra a lányt, aki, hát tekinthetjük őt az abszolút főszereplőnek, bár egy testvérpárról van szó, de a Mandy Moore által alakított Liza az, aki végül is fontosabb szereplő lesz egy fokkal, hogy ő miért is megy ebbe bele, mikor egyébként eléggé fél tőle, és eléggé vonakodik, amikor a fiúk felvetik ezt az ötletet. Hát az nem kifejezés, hogy fél tőle, tehát konkrétan átéreztem azt, hogy én körülbelül ugyanígy lettem volna vele, hogy hát ez nem biztonságos, meg biztos, hogy jó ötlet ez, meg idegen fiúkkal, meg ki tudja, hogy hova megyünk, és csak meggyőzte a testvére, hogy most vagy egy szakítás után, akkor lazuljál, ismerkedjél, izgalmas kalandokban vegyél részt. És bizonyíts.
hiszen nagyon ismerjük ezeket a szakítás utáni Facebook bejegyzéseket, amik arról szólnak, hogy tök jól vagyok, jól érzem magam. Jó, igen, mert hogy erről volt szó, hogy fotókat fognak felrakni, igen, ahogy a cápák húznak. Igen, hogy mennyire vagány vagyok, mert hogy abból indul ki a dolog, hogy azért szakított, vagy nem tudom, hogy ezt talán nyíltan is kimondta a fiú, vagy csak a csaj érezte úgy, hogy azért, mert hogy unalmas, ő nem csinál elég izgalmas dolgot, ő nem kalandozik, úgy, mint egyébként a nővére, igen, mert ugye a nővére volt így látszólag a vagányabb és mozgalmasabb életet élő testvér. Ugye a vagányabb is. Azért az szerintem itt enyhe kifejezés. Tehát ez az egy pozitív tulajdonság. Igen, igen, tehát hogyha úgy veszük, hogy aki kicsit túl sokat is hajlamos kockáztatni. Ugye kétszer is megnéztem a filmet, de elsőre is megütötte a fülemet, amikor már éppen vissza akartak menni egy pár perc után, és azt mondta a vagány csaj, hogy legszívesebben itt maradnék örökre. Hát hogyne, és ez egy kulcsmondat, mert mondhatnánk, hogy dramaturgiailag fontos mondat, hogy lehet, hogy ott utalás. Is marad örökre. Utalás, ugye így szoktuk mondani. Igen, lehet, hogy ő már a halakkal fog aludni. Úgyhogy... Tehát valóban ő húzza bele a lányt azzal, hogy de jó lesz, most megmutatod majd az ex-barátodnak is, hogy nem csak, hogy jól érzed magad, de hogy te kockáztatni ismersz, és nem félsz a cápáktól, és cápákkal szelfizel a víz alatt. Ez nem egészen úgy alakult, ahogy elképzelték. Maga a történet így elmesélve, azt gondolom, hogy bármilyen filmre ráírhat, viszont hogyha megnézi valaki, én ajánlom ezt a filmet megnézni, egyedül, akár este, vagányosan, ne rossz idegállapotban, azért mi vagy lelkiállapotban, azt mondom, de egyébként a Nyílt tengeren című filmre is ezt javasolnám, mert akkor ki fog készülni utána, és úgy be fog fordulni az ember, hogy napokig nem tér magához. De az a lényeg, hogy olyan szép kamerállások és olyan jelentek vannak benne, amivel érzékelteti a nézővel, hogy ott igenis leszakadt az a ketrec, és igenis oda verültek úgy, hogy elvesztették az eszméletüket, és valakinek ez természetes, hogy jó, hát akkor ezt akart elérni a film készítője, és akkor ezt meg is kaptam, de azért ez nem olyan egyszerű ám egy filmben ábrázolni, hogy ez hatásos legyen. Én azt gondolom, hogy a 47 méter mélyen film, című filmben minden egyes jelenet nagyon hatásos volt, tehát nem volt benne vizuális baki, úgy gondolom. Tehát az, amikor például el kellett úsznia. Ja, igen, mert hogy ez volt a kulcs jelenet, amikor én a legrosszabbul éreztem magam a film nézése közben, amikor az volt a feladat, hogy elúszon ugye a gyávább csaj messzebbre, és kiderült, hogy ők csak egy sziklaperemen vannak, és közben meg több száz méter, tehát ilyen nem is látta az alját a tengernek, tehát ilyen végtelen volt a mélység, amiben ott volt az űr. Igen, érzet, az volt a nagyon ez az űrhatású. Hogy beleúszott a semmibe, és zavaros. Sötét, igen. És zavaros volt a víz, tehát, és nem tudott visszamenni. Viszont ott milyen jó lett volna, ha jön ez a csúnya hal, tudod, amelyik világít. Tudod, ami a legcsúnyább igen, állatok igen, között igen, is igen, benne igen, van, és ugye fényt. A legmélyebb helyeken él a tengerben, ahol már szinte más állatok nem is fordulnak elő. Hát ő sokkal lejjebb volt szerintem akkor, ilyen több szerméterre. Ott vadászik, szóval egy csúnya halnak is lehet örülni. Az ilyen tündérmese lett volna már. Igen, jött volna a kis lámpájával. A mélységtitka. Azt nem tudom, az ilyen nem volt. Ez is ilyen merülős volt, nézd meg. Na és még ami érdekes, ha már a vizualitást szóba hoztuk meg a képek szerepét, hogy a legelején a 47 méter mélyennek mi történik, amikor kezdődik, hogy alulról mutatnak egy ilyen kis, hát nem tudod, hogy mit pontosan, valami lebeg a vízen, és így alulról mutatják, és ilyen nagyon félelmetes meg minden, és kiderül, hogy ott még csak arról van szó, hogy egy medencében egy ilyen vízifotel akármiben ül az egyik csaj, és a másik meg így poénkodik vele, hogy ha-ha, cápa támadás, és akkor még kiöntik az italt is, mert van nála egy valamilyen koktél, és ugye piros az az ital, ami kiömlik, és megszínezi a vizet, és hát nyilván erről... Megint egy utalás. ezt nem tudjuk nem észrevenni, hogy mire fog utalni a film további részére vonatkozóan,
Úgyhogy szerintem ez is egy tök ötletes megoldás, hogy drámai zene van az elején, vagy ilyen horrorisztikus, és akkor nem tudod, hogy mi van, és látod aztán, hogy jó, hát csak egy ilyen kis könnyed szórakozás, akkor még. Mindenképpen én azt mondom, hogy a 47 méternél ott jobban gondolkoztak a filmkészítők. Több ráció volt benne. Hangulatfüggő is, meg az is, hogyha tényleg azt mondod, hogy jaj, az Átony az ilyen amerikai, bár spanyol, vagyis talán konkrétabban katalán rendező készítette, aki több ilyen horror, meg akciót, tehát a Non-Stopot például, meg az Árva című thrillert is ő csinálta, és mondjuk ezért gondolhatnánk, hogy a Sirály az nem véletlen volt, mert hogy hát mi európaiak ugye annyira mélyek vagyunk, de a másik esetben ott tényleg az talán angol, több az angol behatás. Azt tudom, hogy az egyik főszereplő ausztrál, a másikat nem tudom, de esetleg azért is komolyabb, mert általában ami angol, az sötétebb szokott lenni, mint ami mondjuk amerikai vagy amerikai területen készül. Erről jut eszembe, hogy nem szeretnék illúzióromboló lenni, de az Átonyt Ausztráliában forgatták. Ó, és nem is Mexikóban. Igen, igen. És a másikat? Szegény mexikóiaknak keltették megint rossz írét. Aj, borzasztó. Vagy a mexikói öbölnek, vagy hogy mondjam. És nem lehet azt se rámondani, hogy itt tutira nincs cápa. És spanyol partokon is van. Akkor mindenki legyen nagyon óvatos nyáron. Azt üzenjük ezzel az adással. Pontosan. Hogy vigyázzatok, hogyha lesben áll egy cápa áldozatra várva, akkor az nem biztos, hogy úgy kell érteni, mint és ahogy Csepregi Éva. Igen, énekli. Még egy eszembe jutott, ezt még elmondhatom? Hát hogy ne? Ami szintén már gyanús volt, hogy a búvár csajnak az Átonyban, vagy nem búvár, bocsánat, a szörfös, ugye ő szörfös lány volt, és feltűnően hegyes ékszerei voltak. Ja, igen. Azt én már tudtam, hogy ő azt használni fogja. Az biztos. Mondjuk azt nem tudtam, hogy sebb összekapcsolásra, de sejtettem, hogy mivel tele volt ékszerrel, és semmi más nem volt nála, ezért ilyen MacGyver-es. Igen, és ez nagyon, szerintem az jó jelenet, amikor ott összevarta, vagy kapcsolta magának a harapásnál sebet, és hogy így mondta, hogy ne aggódjon, hölgyem, lidokainnal érzéstelenítjük, nem fog érezni semmit, és így magának próbálta szugerálni, hogy ő nem fog érezni semmit, de hát aztán persze szegény ordított. De valóban azt említettük, hogy az orvosi képzést azt, ugye már vége felé járt ő ennek a képzésnek, mikor ott hagyta egy időre, tehát azt nagyon is hasznosította, akár nyomókötéssel, meg ilyen ékszerrel való összevarrással. Búvár, vagy mi volt ez? Hát nem búvárruha, ez a, de majdnem ugyanolyan anyagból. Hát igen, ez a szörfös cucc, az ilyen gumis, nem tudom, ilyen testre tapadó, és akkor azt is felhasználta. Szóval az is a tanulság, hogy érdemes tanulni. Igen, és jó logikával megszületni. Igen. Ezt nem tudom, hogy lehet-e tanulni egyébként. Viszont szuper vakációt kívánunk mindenkinek. Úgyhogy mi már a filmezővel akkor valószínűleg csak szeptemberben jövünk, bár lehet, hogy lesz olyan film, amiről muszáj lesz beszélni. Figyeljük a nyári mozi kínálatot is. És én még továbbra is ajánlom a Nyíltengeren. Állítólag már 3 része van, az első részt mindenképpen meg kell nézni. Nagyon-nagyon szenvedni fogtok közben, mert át fogjátok érezni, hogy milyen lehet egyedül napokig a vízben, cápák közt. És ez egy igaz történet volt, ráadásul. Vidám gondolattal zártunk. Kellemes pihenést kívánunk. Ugyanmivel. Civil Rádió Miskolc.